Hashtag no Filter. Nők filter nélkül Az inspiráló, erős nők magazinja A műsorszámot a támogatja Szép jó napot kívánok mindenkinek, nagyon sok szeretettel köszöntöm a hashtag no Filter Nők filter nélkül nézőit és hallgatóit. Én Köbel Anita vagyok, és örömmel jelenthetem be, hogy saját jogán férfiként majd egy olyan úriembert köszönhetek a stúdióban, aki az új évadnak az egyik újításaként van itt jelen, Gömöri András Máté, színész, testépítőt köszöntöm, sok szeretettel, szia Máté. Szia Anita, köszönöm a meghívást. És azért is gondoltunk rád így elsőként, mert egyrészt amikor itt voltatok Lillával, akkor, akkor, az egy rendkívül tartalmas és mély beszélgetés volt, és szerintem látatok, hogy éreztétek rajtam, hogy én is a rajongótokként köszöntöm el tőleten, és nagyon pozitív volt a visszajelzés a, a személyedet és a személyeteket illetően, és akkor mondtam, hogy akkor így a családot körbe lőjük, Lilla már volt itt, és szerettük volna, hogy te is jönnél hozzám, mert hogy az az elképzelésünk, hogy jó, jó, most már az elmúlt években sokat beszélgettünk, beszélgettem nőkkel, női dolgokról, de egy picit szeretnénk megmutatni a másik oldalt is. És az volt az érzésem veled kapcsolatban, hogy te még az a régi módi férfi vagy, aki olyan régi módi értékeket vall, és ez a régi itt most jó értelemben vett természetesen, ami mintha egy picit kikópóba lenne a mai világból. És szeretném, hogyha ha talán valamilyen értelemben tudnánk ebben egy picit visszafeleterelni az embereket, bár nem tudom, hogy kell-e visszafeleterelni, vagy egyszerűen csak ennek is kellő helyet és teret engedni. Én nagyon kíváncsi vagyok sok szempontból a te véleményedben. De akkor kezdjük veled, ahogy én téged most így apostrofáltalak, hogy régi ez szerinted, vagy, vagy te másképp fogalmaznád? meg azt, ahogy jelen vagy a világban férfiként és társként. Abszolút. Úgy érzem, hogy én egy ilyen vintage modell vagyok. Egy ilyen... Illetve nem is feltétlenül, nem, nem, nem is vintage-nek mondanám, most természetesen egy autós példa ugrott be a, a, a fejembe, hogy mostanában biztos láttad te is, hogy az utakon egyre több olyan olyan modell jön megy, amiben már elektromos vagy már modern technológia van, de elkezdtek visszanyúlni a klasszikus formákhoz, klasszikus vonalakhoz, a vintage megjelenéshez, ugyanis vannak olyan értékek az elmúlt korokban, amiket megéri megtartani, amiket megéri vigyázni, amiket megéri előtérbe helyezni újra, Azért, mert az elegancia az kortalan. Mert bizonyos formulák kortalanok, mert bizonyos energiák azok nem változnak meg attól, mert most éppen a srácok így hordják a hajukat, vagy a nők olyan szoknyát hordanak. Szóval szerintem vannak ilyen kortalan értékek. És azt érzem, hogy az én édesapám, vagy az én családom az úgy nevelt, és az életem úgy alakult, hogy én ezekre a, ezekre a vintage classic edition értékekre, ezekre én büszke vagyok, és én ezeket valós értéknek tartom. Szóval igen, ebből a szempontból old school vagyok egy kicsit, de, de úgy gondolom, hogy ez egy jó fajta maradiság. Ebben mondjuk egyet tudunk érteni, különben nem ülnél itt, ezt csak azért mondom, de szeretném megfejteni ennek a titkát, hogy mi a különbség, és nem feltétlenül szembe szeretnélek állítani azokkal a férfiakkal, akik mondjuk nem vinticsként apostrofálják magukat, de biztos benne, hogy ezek szerint érzette is valamit a mai kor férfiaiban, akár nem tudom, lent az edzőtereben, akár a munkát során, akár a hétköznapokban az utcán, akiket látsz és hallasz, tapasztalsz, hogy valami mégis más, mint régebben volt, mert minthogyha nem úgy működnének a dolgok, mint régebben működtek. És ugye ehhez aztán jönnek a nők is, de az majd egy következő kérdéskör lesz. Most pusztán a férfiakra vagyok kíváncsi. Határozottan, és, és úgy érzem, hogy folyamatosan, folyamatosan mosódnak el a határok. Nincsenek, és most nem a, nem a pejoratív klasszikus szerepekről beszélek, hanem egyszerűen a, az alapvető természetes energiákról, amikkel dolgozik vagy operál egy férfi, és amikkel dolgozik vagy operál egy nő. A, egy most egy klasszikus, klasszikus példa jutott eszembe. Régen, amikor a viking harcosok harcba indultak, akkor előtte az előző éjjel a nővel töltötték, a nőjükkel töltötték, és azok szabad nők voltak, azok saját, akarattal rendelkező erős nők voltak. Azok, hogyha vadászni akartak, akkor vadásztak, hogyha ha gyűjtegetni akartak, gyűjtegettek, de a lényeg az az volt, hogy ők azért feleltek, hogy a befogadó energiát, a gyógyító energiát, azt az energiabalanszot teremtsék meg, amiből a férfi táplálkozni tud, amiből erősödni tud, ami egy hátteret ad neki, és amiből szerelemmel, szeretettel, szenvedéllyel, energiával telve tud és tud motivált maradni, hogy a családjáért, a fiáért, ha még nem harcol vele, a lányáért hozzon haza, majd zsákmányt, és ez ilyenkor elmegy a háború borzalmába, és a háború borzalmait később majd megérkezvén szintén a nő fogja ellágyítani, elvenni róla az álmatlanságát, a borzalmakat, amiket tennie kellett, vagy bármit, amit megélt azt utána együtt dolgozták fel. És ez az energia, az, hogy az egyik szerep ilyen, a másik szerep olyan, szerintem ez egy természetes velünk született, velünk járó dolog. Ezt kapjuk. És ezeknek a határai és ezeknek a szerepei az életünkben, azok kezdenek teljesen eltűnni. És mivel ha eltűnnek, hogyha van egy sötét, hosszú, ködös út, amin megyünk valamerre, és egyszer csak azt mondom, hogy modernizálás, vagy modern felfogás cím szóval vegyük el az összes ö, fényvisszöverő ö, útjelzőtáblát. Jó, oké, még meg vagyok, mert még látom a szaggatott vonalat középen és két oldalt a sávvezetőt, meg a kis bójákat. Aztán tovább modernizálunk, tovább szélesedünk, és most már nagyon önállóak vagyunk, elveszük a bójákat, és egyre szűkebb az út, egyre kevésbé tájékozódom, egyre kevésbé látom, hogy merre van az út, merre vezet. Merre megyünk együtt? majd elkezdünk elvenni minden ilyet, a végén maradék kavicsos út, hull a sötét éjszaka, a holt sem világít, és elvesztünk a ködben. És tévegünk. Jó, és én ezt érzem. Mert azt, hogy én most itt csöndben maradok, és tartasz egy kis előadás létszéről, <laughs> <laughs> az az érzésem már megint, ami a múltkor is volt, hogy Tényleg nagyon szeretem hallgatni a gondolataidat, és nagyon jó képi hasonlatokkal fogalmazod, meg ráadásul én vizuális vagyok kennünk. nekem is látod, hogy nekem, így igen, beszélek. Ez, ez mindig kell hozzá, Na, de fejtsük már meg, hogy ki vagy mi tisztogatja akkor körülöttünk szerinted a terepet, mitől tűnnek el a póznák, a bóják, és aztán minden körülöttünk, vagy a férfiak körül. Ennek a konkrét. Kon tehát egy konkrét okot nem tudnék mondani. Alapvetően. Minden. Tehát, amerre amilyen irányba halad a, a modern világunk, minden sajnos rossz ö, sziner, szinergista együtthatásban működik. Mert egyszerűen az, hogy a, a férfiak ö, elkezdenek elférfiatlanodni, a nőknek emiatt muszáj fütyit nevezteni, és akkor utána amikor egy elférfiatlanodott férfi, egy elférfiasodott nővel, és nem, azt most nem fizikális értelemben, hanem lelkileg meg kell, hogy erős, meg kellett, hogy erősödjetek. Mert hogyha egyedül voltatok hagyva, akkor egyedül is meg kellett oldani. Egyedül is fel kell nevelni a gyereket. Egyedül is meg kell oldani a saját lakást. Minden ilyesmit ők összetalálkoznak, akkor utána meg a saját baráti körökben vagy megy, hogy hú, hallott képzel, olyannal találkoztam, meg És a másik oldalon ugyanez, mert az energiák nem kiegészítik már egymást, hanem összefelé feszülnek. És ennek a konkrét okát nem fogom tudni megfejteni, erre nem tudok gyógyírt adni, és nyilván nem is, nem is szerepem nekem ez. De, Mindjárt de úgy érzem. erre a srácok? Tehát, amikor ti leültök beszélgetni, bár gondolom, hogy hasonló hasonlót tehát feltételezem, hogy hasonló gondolkodású barátaid lehetnek, de mégis, mint téma felmerül, az mert. Abszolút, persze, persze, nagyon sokszor, és uh, nyilván rengeteg témát uh, érintünk ezen a témakörön belül. Tehát egyébként például az edzőteremben vagy a, a csapatban nagyon sokat beszélgetünk erről, és nyilván én a, a, a Sirius Lifting Teamben az ifi csapatot viszem, és nyilván ott az ifiknek a. A kezdetleges nő, nőkkel való kapcsolatos nőkkel kapcsolatos problémákat is nyilván hallgatom és igyekszem segíteni, mert a, a mentorálás az nem csak sportteljesítmény mentorságról szól szerintem, hanem arról, hogy egy jó sportolót úgy is készítesz, hogy lelkileg is támogatott, segíted. Rendbe kell tenni ezeket a srácokat. Hmm. És nekik például az egyik ilyen nagyon nagy fogódzó az, az maga az edzés, a rendszeresség és azon belül pedig a fegyelem, a fegyelemre és rendre és rendszerre tanít egyébként maga az erőemelés is az, ahogy, ahogy, mi felfogjuk, ahogy a mi csapatunk működik, a Sirius. Ugyanis nálunk az van, hogy amikor megérkezel, akkor tudod, van egy alapvető egészséges hierarchia. Hogyha valaki versenyre készül, vagy éppen ő ugolja ma a legnagyobbat, akkor a nagy keretet azt neki hagyjuk. Természetes előzékenység van. Elpakolok magam után, helyre rakom a súlyokat, és ez kicsit az, nem kicsit, ez határozottan hatással van rájuk az életben is. A saját ö, ö, nevelt fiam is ö, nagyon sokat változott ebből a, ebből a szempontból, és a, éppen a minap ö, dolgoztunk a kertben, beszélgettünk mindenről, és azt vettem észre, hogy az a srác, aki az elmúlt nyáron még minden munkájának utána kellett nézzek, hogy hogy jól megcsináltad, ott még azt, nem, azt még ne fejezd be rendesen, ezt csináld meg. Most mire megfordultam, kész volt minden, és hát egy a, a legalább olyan minőségben, mint ahogy én csináltam volna. És ezt is tudom, hogy ez egyébként ennek a folyamatnak köszönhető. És innen visszacsatolva oda, hogy egyébként azok a klasszikus vagy vintage dolgok, amikre én így célozgattam, az, hogy kinyitok egy ajtót egy hölgynek, és ezzel a figyelmemmel kitüntetem őt, a figyelmemet adom neked, azzal, hogy kérlek, Hadd vigyázzak rád, hadd nyissam ki neked az ajtót, hadd nyissam ki lilának rendszeresen, kinyitom az autó ajtót. Egy szakadt régi honda van, amivel a családi hajót intézem, és annak már nem baj, hogyha esznek benne, meg nem baj, hogyha nem tudom, belénk parkolnak. Egy régi szakadék, de az, hogy oda megyek és kinyitom -e neki az ajtót, az neki jó esik. És a figyelmeddel ajándékozod meg, és a srácok erre elkezdtek figyelni. Na akkor itt álljunk meg gyorsan egy pillanatra, mert pehedre idézőjelben, pont van egy olyan élő példám, hogy talán a tengeren túlon, ha minden igaz, és... Ne idegesíts fel mert tőt, sejtem, hogy akarsz na, De muszáj kimondanom, mert hogy pont az ajtók kinyitás és az udvariasság és a figyelem, Elkezdtünk, és akkor ezen a ponton be fogom neked hozni a nőket, vagy nem tudom, hogy megint megfejtés, hogy mi, 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 történhetett a világban. A lényeg az, hogy a hallgatóink és a nézőink is értsék, hogyha esetleg nem találkoztak ezzel, gyakorlatilag megsértődnek a nők, és fel vannak háborodva azon, hogy egy férfi előre engedi, mondjuk az irodaházban. Amit én azt gondolom... Mátéhez levzöcsett. Hallgató, hallgatók, nem látják Máté arcát a nézőink, igen, tehát blokkolt, igen, check out van. Tehát, hogy mi van? És én ezen ugyanígy le vagyok döbbenve. Köszönöm, te hál' Istennek. Is, igen, mert én viszont nőként nekem jó lesik az, nem csinálnék ügyet abból, hogyha a férfi, sőt, be van neked őszintén, amikor engedek egy férfit az ajtóban, mondjuk egy gyerekkel, meg csomagokkal a kezembe, még hozzá is szoktam tenni, hogy ugye milyen udvarias nő vagyok. Tehát, hogy érezzem már a nyomást, hogy, hogy szerintem ennek nem így kellett volna történnie. Igen. De, 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 most, na most Igen. egy, egy ilyen dolog hogyan fordulhat elő, komolyan? Miért, ke, miért kezd el egy nő magát sértve érezni azért, mert egy férfi udvariassá válik vele szemben. Átestünk a ló túloldalára, borzasztóan. Az, az egy, a világ minden minden ilyen irányú tendenciája, ami jó szándékkal lett létrehozva ez a szörnyeteg, a legnagyobb a Frankenstein a leg, leg, legnagyobb jó szándék keltette életre, hiszen volt miért kiállni, és van miért kiállni most is, tehát a, a PC fordalomnak van miért kiállnia, és van olyan tagozata, olyan része, aminek igenis létezik és védendőnek kell lennie. De ez a szörnyez egyszer csak elbúrjánzott, és kiterjedt mindenre. És kiterjedt a humorra, kiterjedt a filmgyártásra, a kultúrára, kiterjedt mindenre. Egészen addig, hogy most már olyan dolgokról beszélgetünk, amik egyéb, amikről nem kellene, hogy beszéljünk. Tehát amik, amik, nem kellene, hogy téma legyen, mert egyszerűen egy, egy, túlkapás, egy túlbúrjánzása egy eredendően egyébként jó gondolatnak. És az, hogy egy nő ezen megsértődik, ez egyébként jó jellemzően nyilván Amerikából induló tendencia mint ahogy a a cancel culture is ami egy borzasztó dolog de hogy hogy miért kell ezen ezen megsértődni, azt annyira nem értem, mert ugye mondják ezt a, a... Mert hogy ezzel azt emelet ki, hogy én a gyengébbik nemhez tartozom, és kikérem magamnak, nincsen gyengébbik nem. Könyörgöm, de van. De, de igen, van. Van egy példa erről. Például a női focisták kikérték maguknak, hogy hát mi ugyanolyan focisták vagyunk, és abszolút fantasztikus női focisták vannak, de hát beállt velük szembe egy prémium ligás játékos, és Egyedül 11 egyre re azt hiszem elverte az egész csapatot. Tudod, mi van ilyenkor? A csajokban joggal teszem hozzá, tehát én is így szocializálódtam, és tinédzserként utáltam, hogy végig mondjuk az utcán fiatalként, amikor még a világomról nem tudok, ugye dobbanak bennem is a hormonok, átalakul a testem, az érzelmi világom, a minden. A felnőtt férfiak a háztetőről füttyögnek, beszólogatnak meg a minden, és hogy az kellemetlen, és Abszolút, tényleg ez. A cat-calling az, az, az undorító, egyébként. Igen, tehát, hogy, hogy a, a, annak is kell, hogy legyen szerintem egy, egy kultúrája, hogy mondjuk az ember jó érzékkel próbálja ezeket a határokat, vagy legalábbis, ugye itt képbe a humor, amit te is Igen. mondtál, hogy kinek mi a humor, ezt is lehetne boncolgatni. Ugye a nők azt mondják a másikon, hogy persze előre enged, mert akkor végigmér, megnézi a segemet. esetleg a mitukampány. <laughs> ez eszembe nem jutott most. Hát, hogy méreget e, tudod, e, Hogy nem. a férfi hogy az úgy működik, hogy vizuális, és ő engem egy testként kezel ebben, de ne kezeljen annak, mert én ennél sokkal több vagyok. És akkor ez, ez tehát, hogy ide vezetődik vissza az előrengedés problémája? Hát próbál megfejteni. Aha, <laughs> mert Vagy legalábbis azt gondolom, hogy benne lehet egy, -egy Biztos ilyen. benne van. De akkor Nem a tudok így túl. gondolkodni, biztos, biztos, hogy benne Szerinted van. Szerinted egy ilyennek, ami nagyon lealacsonyítja a kérdéskör, de köze lehet mondjuk a mítóbbot rá? Én egy picit Persze. ide datálom vissza, hogy pár évvel ezelőtt, amikor ez kirobban, akkor a férfiak, mint ha utat vesztetté váltak volna. Nem merik már megengedni maguknak azt, hogy udvariasan, kedvesen, mert nem tudják, hogy mi lehet a határ, hogy én kedvesen hozzáérek a vállához, az belefér. De persze, ha már a fenekét simogatom, ez értelemszerűen nem fér bele. De de, igen. Ez nem egy alap dolog előtte is? Nem tudom. De, de, de és, és ez is nyilván egy, egy amerikai tendencia, hogy ott már most uh, forgattam nem olyan régiben egy filmet, ahol konkrétan ugye minden meg volt határozva, és volt egy. Uh, volt egy pár ilyen verekedős jelenet, ahol egy nővel, a, a Travoltának a lányával, az Ella Blue Travoltával kellett néhány fizikai kontaktot létrehozni, és láttam, hogy van egy munkatárs, aki tulajdonképpen egy ilyen mitu koordinátor volt, hogy, hogy a próba alatt ki, hogy fogja meg a másikat, és hogy amikor van egy verekedés, egy összefeszülés, akkor hogy, hogy mi történik? És amikor ez nekem leesett, hogy ja, hogy ez egy ilyen, ez egy cenzor, ami tulajdonképpen oh. filmes esetben nem rossz, sőt, a, például a, a van egy ilyen, most már van egy ilyen munkakör, hogy intimacy coordinator, ami a, a, az intim jeleneteknek a koordinátora, és mint egy ilyen párterápián oda jön, és akkor elmegy veletek próbálni, és megbeszélitek, hogy mi fog történni. A hogy és a mindenki. belül például nem volt tehát mondjuk egy, egy ilyen... Hát zitoráció... előtt Európában nem. <há> és te, hogy oda mentél, és ebben a kulturális közegben Kellett, hogy egyébként pedig színészként a maximumot tud kihozni magadból, ahhoz te ezt mérlegelted. előtte beszéltél a kolléganővel, hogy figyelsz, hogy legyen tudván azt, hogy náluk van egy magas fokú érzékenység erre a témára. Én időközben jöttem már rá, Aha. de Szerencsére egyébként az Ella, ő nagyon, egy nagyon kedves, nagyon aranyos, nagyon, nagyon közvetlen kolléga volt, és nem volt semmi tehát nem volt semmi hiszti, nem volt semmi alűr, nem volt semmi ilyesmi, és mondtam neki, figyelj, itt megfoglak, mondom, engem nyugodtan löki el, én tanultam ezt, el fogok esni, tök jó lesz minden. Biztos, és igazából nagyon kedves volt, mert csak azért aggódott, hogy nehogy nekem valami <laughs> fáj, mondom, hidd el, elfér rajtam. De hogy nem, nem, nem volt ez téma, és alapvetően egyébként ez nem téma, tehát a profi színészek között azért tudnod kell, fel, hogy uh, hogyan dolgozol fel egy ilyen jelenetet, meg hogy ez mivel járhat együtt. Az nem rossz egyébként, hogyha megbeszélitek, tehát hogyha tudod, hogy ki mire számít, és hogy ki meddig megy, mert azért kell egy kis összeszokás, kell egy kis idő ehhez. De, de ez is, amióta túl van beszélve, Azóta mindenki fél, emiatt a félelemből ugye mindig mínuszból indulunk, de mindenhol máshol is. Tehát a, a, egy ismerkedés során nem tudom, milyen lehet ma ismerkedni, szerintem borzasztó, elképesztő nehéz lehet. Legközelebb te ülsz ide, és majd mesélek el, jó? Hát, Elhiszem, el, el elképesztő nehéz lehet, és az, hogy, hogy valaki mer-e ilyen klasszik gentleman lenni, hogy bókol, hogy előre enged. Mert ma már szerintem egy, egy igazán szép bókot elengedni, az, nagyobb bátorság, mint régen volt, amikor ez benne volt az eszköztárba, egy férfi eszköztárába. És szerintem, na például ez is egy ilyen vintage eszköztár, amit én nagyon kedvelek, de én, én, szeretek virágot vinni, én szeretek megvárni, szeretek ajtót nyitni, ajtót előre engedni, étterembe, kocsmába a férfi megy előre, tüzet hogy adunk. ezek szerintem ilyen apróságok, és ez engem elég, egyébként alapvetően színészként is borzasztóan izgat, hogy mikor melyik korban játszódom, és hogy akkor melyik eszköztárat használták. Ah. Na de akkor mondjuk már ki, hogy, hogy, csak hogy értsük, hogy ez igazából neked, és mondjuk a hozzád hasonló férfiaknak öröm forrás, nem? Ha jól értem. Abszolút. De az, hogy te virágot adhatsz, Abszolút. ugyanúgy érted azt a porzongást, amit mi nők érzünk. Az, hogy készülsz. Vársz, aha. Tehát, hogy, hogy készülsz valamire, készülsz egy pillanatra. Az, hogy egy nő készül egy rendezvúra, az mondjuk Mondjuk tegyük azt kétszer annyi idő, még egy férfi elkészül, mert mondjuk, hogyha jó formában vagy, összekapod magad kicsit, megkóczolod a hajad egy kis zselével, meg felveszel egy rendes inget, és kész vagy. Tehát nem kell túlzásba vinni, még egy nő három nappal előtte izzad, milyen harisnyami, és hogyha eljutunk addig, mi legyen rajta, mert az, hogy mint a Bridget jones tudod, hogy az, hogy eljussunk az ágyigaz, az ez, a nagy bugyit mutatja, hogy ez lenne a megfelelő megoldás, de a döntő pillanatban ez lenne az optimális. És hogy erre így rámentek, rákészültek. Én szerintem férfiként az, hogy, hogy te is jelzed, hogy a figyelmeddel ajándékozod, meg is itt vagyok, te rád figyelek, rád fókuszálok, és az, hogy előre készülsz, Teszem azt, hogy megborotválkozol, hogy veszel egy virágot, hogy, hogy kitalálod, hogy hova mentek, hogy, hogy valami aprósággal megleped. Ezek a figyelmek, és ez az idő. Mert a végeredmény, mert mindig az idő az, ami, amit ajándékozol, és ami igazán fontos, mert abból van limitálva mindenkinek, és uh -huh. senki sem tudja, hogy mennyit van. És hogyha az idődet, az időenergiádat, a figyelemenergiádat egy nőre fordítod, azzal tünteted ki igazán. Ezért vagyok kicsit mérges nem, nem ne kicsit fel falazom. Nem. Ezért vagyok rohadt ideges ettől a dologtól, hogy, hogy fejezzem már ki úgy, ahogy én tudom a figyelmemet és az érzékenységemet egy nő irányába, aki fontos nekem. És nem kell feltétlen, hogy ez a feleségem legyen, vagy egy nő, akit, akit szeretnék romantikus kapcsolatban elképzelni magammal, hanem az is, hogyha egy egy tanárnőmet, vagy egy kolléganőmet, akik fontosak nekem, vagy egy barátnőmet, aki úgy barátnőm, hogy, vagy egy fontos ember az életemben, de nem, nem intim értelemben, akkor hadd fejezem már ki magam neki a, a, úgy, ahogy tudom, a figyelemmel. Uh -huh. És abban viszont már a, szerintem az hogy viszont már a családi nevelés, meg, meg nyilván a kulturális nevelés része kell, hogy legyen, hogy a határaidat viszont jól lőd be, mert mondjuk a legjobb barátodnak a felesége, az lehet, hogy neked nagyon fontos, de ott is tudnod kell, vagy érezned kell azokat a azokat a ki nem mondott határokat, hogy meddig lehetsz úgy figyelmes vele, hogy azzal mondjuk a legjobb barátodnak ne tegyél a kárára, mert utána azt mondja, hogy na, nézd meg, te olyan paraszt vagy, sose hozol semmit, ez meg egyszer jön ide hozzánk, azt akkor is milyen virágot hozol. De ezeket a határokat hogy lehet szerintem jól érzékelni? Ez egy tanulási ez folyamat. Csalá, vagy ez influéció? családi. családi. Nem. Leginkább családi, meg az, hogy az hogy a, a köz, közvetlen közeged, az hogyan, amiben felnevelődsz, amiben felnősz. Nem feltétlenül csak a család, de alapvetően a családra gondolom ezt. Uh -huh. És ezek családi olyan családi uh, szokások, uh, példák inkább, tehát erről nem beszélni kell, hanem jó példával előjárni, uh -huh. szerintem. Ebben találom meg a nagyjából így a kulcsát, és ebben látom a, a fiaimon, a nevelt fiaimon is a, a, a haladást, ahogy hiába téptem volna számot évekig erről, nem történt volna semmi. Viszont én nyilván ezt képviselem otthon, meg képviselem az életemben, és látom, hogy belőlük is így jönnek elő ezek a kis hajtások, amikre én borzasztóan büszke vagyok. Ennek azért örülök, hogy ezt mondod, mert az előbb, amikor a kis tanoncaidra utaltál, hogy ott ugye mi mindent látnak, és a fegyelem is mennyire fontos, és a példamutás nekem pont az jutott eszembe, hogy ez egyébként nem a család dolga lenne, és ilyen értelemben akkor a férfi dolga, hogy a gyermeket ezen az úton ügyesen és jól kelljen, vagy tudja terelgetni? Mert úgy éreztem, hogy mintha bizonyos értelemben magatokra vennétek de lehet, hogy ez csak így személyesen téged érint ez a kérdés, olyan feladatokat, ami nektek már túlmutat azon, hogy a sportra nevelés és a sporton belül való fejlesztés, mert azt látod, hogy ennek a fiúnak máshol is van elakadása, és abban próbálod őt egy kicsit támogatni. Ez, ez már sport szakemberi kérdés. Egyébként pont holnap megyek a TF-re vizsgázni most a edző, edzőként, és emiatt a sport pszichológiával is foglalkoztam az utóbbi pár hónapban kicsit tüzetesebben. Nekem erre van nyilván egy elég erős érzékenységem, vagy egy szenzitivitásom ebbe az irányba, mivel, mivel az, az első szakmám, vagy az első szenvedélyem a színház, a színészet, az tulajdonképpen lélek tudomány, és a rezdülések, és az energiák játéka. És emiatt én ezeket nagyon könnyen beérzem. És nagyon érzem azt is, hogy amikor látom, hogy valaki nem megy jól az edzés, akkor nagyon gyorsan érzem azt is, hogy neki most fizikailag van egy sérülés, húzódás, bármi olyasmi, amit nem mondott el esetleg, vagy mert, tudod, vannak srácok, akik uh -huh. ő akkor is be akar dögleni, de látom, hogy valamilyen fáj, akkor vissza kell venni. Vagy valami olyan fókuszbeli probléma, ami, ami nem engedi, hogy ő, ő kiteljesedjen egy. Én egy Googleásban, amiben éppen készülünk. És akkor meg kell éreznem azt, hogy hú, most neki nem arra van szükség, hogy elkezdjem ütni, vágni, hanem arra, hogy megkérdezem, hogy na, gyere, ülj le. Tegnap találkoztál azzal a csajjal, ugye? <hállal> Hát igen, na és mi volt? És akkor elmondja, és van, hogy van rá tíz percem, és meg tudom hallgatni, és van, hogy két mondatot mond, mondok rá másfelet, de látom, hogy egy picit az, hogy ha más nem csak megnyitottuk a sebet, és belőle ki tudott jönni egy kis kellemetlenség, és kicsit az energiái meg tudnak frissülni ezáltal, és utána visszamegy, és jobban fog dolgozni. De ez, más, ez már inkább sportszakemberi kérdés, és én, itt nem a nevelésbe akarunk beleszólni, vagy akarok beleszólni, vagy abban bármit piszkálni, hanem a srácnak, tehát akivel konkrétan dolgom van, az edzettemnek akarok segíteni, vagy a csapatomnak, a csapatunknak akarok segíteni. A kulturális korlátokról fogunk mindjárt beszélgetni, most elmegyünk egy kis szünetre, és a szünet után Gömöri András Mátéval folytatom a beszélgetést, maradjanak velünk mindenképpen. A műsorszámot a Nutriverzum támogatja. Újra itt vagyunk, ez itt a hashtag no nők filter nélkül Köböl Anitával és Gömöri András Mátéval, akivel ugye már az elején is komfortam, hogy gyakorlatilag ez a műsorunk újítása, hogy most már férfi vendégeim is vannak, és férfiak, akik értékeket képviselnek, akiknek van mondani valójuk, és egy picit a nőkről, és a férfi-női kapcsolatokról fogunk majd beszélgetni. Zseniális volt szerintem az első felnőtt beszélgetésünknek annak az éve, és most az a gondolat van bennem, hogy egy picit a fiatalok felé próbáljunk nyitni, és a kulturális korlátokat, mint olyan tettem az előbb említést róla, mint hogyha mi ugye abban szocializálódtunk volna, hogy sok mindent nem mondunk ki családon belül, sok mindenről nem beszélünk, nem illik beszélni, ezt hozzuk magunkkal, ezzel azért nincs mit tenni. De azért, hogyha már ugye a PCT szóba hoztad, meg azt, hogy egy nagyon liberális, egyébként rendkívül sok témát, tematikát érintő világban élünk, amikor tényleg ömlik ránk minden információ, akkor ez lehet-e a segítségünkre abban, hogy azokat a határokat egyébként, amit már te is említettél az imént, a fiataloknak azért meg tudjuk mutatni, egy picit jó értelemben át is tudjuk lépni. Most mondok egy egészen másik témán, ö, otthon a lány gyermekemmel mondjuk a menstruációról képes vagyok-e szülőként beszélni. Vagy majd úgy van, hogy hát, majd úgy is meg tudja a suliban, mert a többiekkel beszélget erről. És akkor, és akkor tudod, a kicsiben lehet, hogy van egy gát, mondjuk nem mer kérdezni, a szülő nem tudja magára vállalni ennek a felelősségét, és lehet ez ugyanúgy az udvarlásra, a férfinői kapcsolatokra, tehát én ilyen értelemben szeretném most veled ezt egy picit percegetni. Hát ez már generációk óta gö görgetett, hengergetett probléma. Abszolút, és ez, ez, ez viszont most már, tehát most ebben a a, ebben a témában több generációra fogunk, vagy kell vissza, vissza nyújjunk, ugyanis ezeket már valóban még a háborúk előtti időből hozzuk magunkkal, mert azt megelőzően volt Ernek, volt ennek egy saját rendszere, és egyébként a zárt rendszerek, tehát mondjuk teszem azt falvakban, a zárt rendszerek működnek, mert ott meg volt az, hogy ki hogyan készítette fel az apja a fiát, a, az anyja a lányát leginkább uh -huh. nyilván mert ebben mindenkinek meg volt a saját szerepe, M ugye? Meg a saját tapasztalata. Meg a saját tapasztalata, ugye? Nem véletlenül emiatt ez ezzel, az azzal foglalkozott. Erre szoktam azt mondani néha, hogy lehet ám láncfűrészsel is kapálni, csak nincs értelme, tehát a kapálása használjunk kapát. ugyanis aki ebben érzékenyebb, aki erre jobban rá tud látni, a saját tapasztalatból, saját életből fog meríteni úgy is. Majd utána, amikor ez elkezdett egy kicsit így, elkezdett így kinyílni, elkezdett így egyre zavarosabbá válni a világ, egyre gyorsabbá válni a világ, már nem volt idő, egyszer csak a, a szemérmesség elkezdett egy ilyen egy ilyen hamis szeméremkép elkezdett felépülni, vagy egy ilyen egy ilyen ha ha hazug, ö, ha nem beszélünk róla, akkor nincsen. Kifelé mutatom mindig a szépet. Csü -csü, -csü, csü, -csü, -csü nem beszélünk róla, csü, csü -csü a csúnyádat nem beszélünk róla, és ez az egész csúnyádat nem mutogatjuk, nem beszélünk róla kultúra, ez elkezdett ez így begyöpösödni, és így bebetonozódni a, a, ebbe a kelet-európai kultúrába, a közép-kelet-európai kultúrába mindenképpen. És ennek lett az az eredménye, hogy, hogy már nem, tehát mivel már Béluskával sem beszélt az apja arról, hogy ezt hogyan kéne, meg Juliskával sem az anyukája, emiatt ő sem tapasztalta azt meg, hogy hát fiatal koromban leült velem egy érett ember, aki a szülőm, akiben bízok, és megbeszélte ezt velem, és akkor nem féltem attól, hogy mi fog velem történni, akár a menstruáció, akár egy ivar válás a férfiaknál, hogy ez az, nem egy, az nem nem valami rossz történik. Uh -huh. Ez most nem baj. Erről nem kell így csinálni, hogy befogom a számat, Igen, hanem erről szabad kezdeni. beszélni. Igen. Igen. És emiatt ez nagyon-nagyon ez, ez nehéz. És most ennek is próbáljuk éppen nyitogatni határait, és ez például egy jó hozadéka a, a, az új hullámos gondolkodásnak, illetve ennek a nyíló világnak, hogy erről újra. Felismertük, hogy kötelességünk beszélni erről, támogatni, segíteni a, hát a saját gyerekeinket. Vannak kérdéseik? Persze. Csak azok vannak. Mi? Persze, de hát ez, ez így is van. jó, Hát mi más lenne a dolgok? Hát ne, de neked is voltak, nekem is voltak. És én is, hál' hát Istennek igen, tudtunk tudod, beszélni. Arra gondolok, hogy, hogy ciki vagy nem ciki egyáltalán kérdezni ebben a témában. És főleg, főleg, akkor, amikor ugye azt látjuk, hogy mondjuk az iskolákba hogyan begyűrizik az, hogy miről és milyen formában lehet most majd beszélgetni. Miközben a világ még robog el mellettünk, és tényleg az van, hogy dől ránk mindenféle igen. tartalom, de mondjuk abban a zárt keretrendszerben próbálunk ennek gátat szabni. De hát nem, nem látom ebben egyébként a logikán, hogy hogy miért jó az, hogy az iskolában, ami egyébként egy védett közeg kell, hogy legyen a szó jó értelmében, hogy ott mehetek kérdezni, van lehetőségem kitől kérdezni, tudunk beszélgetni, nem cikízzük ki a másikat azért, amilyen vagy ami kérdés benne felmerül. Ehhez képest pont az hogy az válik egy korlátolt közegé, és a nagy világból szabadjára engedett minden információban, meg én megértem, hogy nem találják a megfelelő irányt a Igen. fiatalok egyértelműen. Ilyenkor jó az, hogy például te is, ti is vagytok ilyen közeg, ahol tudnak a fiatalok. Csak Igen. kérdés, hogy mire odáig eljutnak. Mi történik belül? Igen. A hiba lehetőség az mindig óriási ebben az egészben. De tulajdonképpen az, hogy az iskolában ezt nem fogják tudni megoldani. A jelenlegi iskolai, iskolarendszerünk iskola rendszerünk, megint mondom, ez a fajta Közép-kelet-európai, európai iskola rendszer, ami jelenleg, jelenleg az általános rendszer, az nem alkalmas arra, hogy, hogy ezek a kommunikációk, ezek tényleg őszintén és nyíltan meg tudjanak történni. Egyszerűen nem. És ez nem hibája senkinek, ez nem hibája semmilyen, ö, semmilyen rendszernek, ez egyszerűen nem működik, mert itt mindig az lesz, hogyha közösen kell beszélgetni ebben a fajta rendszerben, ami be van ide betonozódva, ebben mindenki magát fogja védeni. Nem teszek fel hülyeséget kérdésnek, vagy ami lehet, hogy hülyeség, nem vagyok benne biztos, általában egyébként nem hülyeség, amit kérdezni akarnak, de fél tőle, mert mi van, ha hülyeséget mondok, mindenki meg fog bélyegezni, és egész évben azt fogom hallgatni, vagy rosszabb esetben még a négy éven keresztül középiskolában azt fogom hallgatni, hogy e, hülye gyerek, aki nem tudja, hogy mit hova kell tenni, mm. és ettől úgy is rettegni fognak, de ez is valahol természetes, mert gondolj bele, hogy összezársz egy csomó összezavarodott felújítás miatt zárva a tábla a homlokukon fiút, lányt, és akkor ő próbálsz neki, kirakszel egy felnőttet, hát én is félnék tanárként is, hogy hú, na, most ezt hogy kell megugrani? Na csak nézd meg ott a másik oldal, lehet, hogy ezzel a példámmal is találkoztál már, nem is olyan régen baráti társaságban beszélgetünk, korábban is hallottam, hogy vannak olyan kínai párok például, akik az ő kultúráis szokásaiknak megfelelően ugye egybe élik a házas életet, és egyszerűen nem jön a gyerek. Nem jön a gyerek, elmennek az orvoshoz, és kiderül, hogy az asszony még szűz. Igen. Még szűz az asszony. Hát ők élnek nem mi életen. Hát nem abban a formában, ahogy azt gondolnánk, hogy ezt a természet elrendelte, és orvos sem erősítette meg, hogy ilyen egyébként Magyarországon is az ő praxisa során előfordult, hogy egyszerűen, és akkor most kimerem mondani, hogy ez a Pornótársadalom, amiről ugye Igen. ami nagyon sok mindenkinek információs bázisként táptalajul szolgál, ez mennyire tévútra viszi a fiatalokat. Igen. És akkor lehet, hogy ő azt gondolja, hogy tudja, amit tudnia kell, közben meg baromira közben nem meg tudja, nem. amit tudnia kell. És megint vissza tudnék csatolni ugye itt a szülői feladatra és felelősségre, hogy, hogy hogyan lehet ezt jól szerinted integrálni a mindennapjainkban. Van tapasztalatod benne, hiszen mondod, hogy ott vannak no. a srácok, akiknek azért ott vagy világított oronyként. Hú, uh, hány napod van erről beszélni? <laughs> uh, Veled, hát azért mondom, hogy akkor így és akkor így mondjuk. Hadd szóljon. Uh, az a helyzet, és most nem akarok uh, <laughs> ilyen általános dolgokba belemenni, hogy mit, hogyan kellene csinálni általánosan. Uh, Erősen most magamra szorítkozom, és hogy ne. Úgyis nem húzzák a vizes lepedőt, már az elmúlt mondataimért is teljesen mindegy. Csak nem. De hogy nem? Hát biztos lesz valami belőle, hogy mit mondtam. De nem érdekel. Saját példámon keresztül azt tudom mondani, hogy egyébként szülőként, emberként, bárhogyan, aki akár fiatalokkal foglalkozik, de nekem szülőként az a felelősségem, hogy olyan kapcsolatot építsek ki a nevet fiaimmal jelen pillanatban, jelen esetben, amiben. Tudunk annyira barátok is lenni. Félértés ne essék, a tisztelet, a, a, a család kép, az tiszta legyen a fej, fejekben, de legyen egy olyan jó viszony, amiben bármilyen problémával mer hozzád fordulni, mert vagytok olyan barátok. És mindig lesz olyan, olyan százaléka, és ezt el kell fogadnom nekem is, amit nem tud előttem, és nem is fog előttem megnyitni. Sem előttem, sem az édesanyja, sem az édesapja előtt, senki előtt. De kell tudnod olyan jól csinálni ezt, és ez sajnos ez egy ilyen nehéz feladat, hogy igen, ebben jónak kell lenni. Szülőségből nem ér megbukni hogy olyan jó barátok legyetek, hogy merjen veled beszélni erről, kérdezni erről. És én speciál erre nagyon büszke vagyok, hogy nekem mind a, két, mind a két, srác mert kérdezni, és mertünk beszélgetni erről. És nálunk nincsenek igazából ilyen tabuk. Mindenről beszélünk, tényleg mindenről. És emiatt úgy érzem, hogy ha, ha bármi probléma adódna az életben, most vagy később, akkor is mindig tudna hozzám fordulni, vagy tudna hozzánk fordulni bármelyik srácunk, és ez szerintem, ami igazán fontos. Tehát ebben ott kell felépítened, hogy onnan, hogy hogyan építed ezt a kapcsolatot vele, az a te felelősséged, és ezt nem tudod egy hétvége alatt, ezt nem tudod egy hónap alatt, ezt nem tudod rövid idő alatt, ennek idő kell. És megint akkor ott tartunk, ahol a beszélgetés elején, hogy az idő energiád, amiből nem tudod, hogy mennyi van neked, beleteszed, beleölöd, megpróbálod megérteni, és néha van, hogy tévútra mész, néha van, hogy neked is elfogy az energiád, de beleölöd időről időre folyamatosan azt a mennyiségű energiát, hogy amikor egyszer csak helyzet lesz, mert akkor kell a segítség, amikor helyzet van, nem mindig máskor, akkor azt tudja mondani, hogy figyelj, elpsztam, beszéljünk és akkor beszélgetünk. És mi van azokkal a szülőkkel, akik maguk is egy olyan közegben nőttek föl, ahol ciki volt kérdezni, vagy meg volt a ez nagyon nehéz. És ő mondjuk felismeri azt, hogy ő, hogy ő szeretne is, de nem tud, mert ugye nincs meg az eszköztára erre. Sőt, ugye saját magában is van egy ciki faktor, a, a, az érzés az ott van, tehát hogy ez azt beleivódott az apró Igen. kis sejtjeibe. És egyszerűen ezért nem, nem tud a gyermekével mondjuk beszélgetni. Most neki hogyan lehetne valami segítséget arra nyújtani, hogy ezt úgy át tudják hidalni? Ez borzasztó nehéz kérdéskör, amit, amit, amit most felvetettél. És itt mégint az van, hogy a generációban hozott magunkat cipelt um, problémákkal, nézzünk, né, nézzünk most rá uh -huh. ebben a beszélgetésben. Ha igénye van arra, hogy ő ezt felismerje, hogy hú, szeretnék neki segíteni, de nem tudok, mert én sem kaptam ilyet, és nem tudom az útját, módját, az már egyébként egy óriási gól, ugyanis akkor te felismerted, hogy jó, van egy feladatom, amit nekem meg kell oldanom, hú, nem tudom, hogy kell, hogy kell megtanulni, és akkor elkezd vele foglalkozni nagyon sok könyv van, nagyon sok, leginkább most ugye akár podcastek, akár internetes beszélgetések, interneten minden információ elérhető ma már akkor felismeri ezt, és elkezd vele foglalkozni, és ha elkezd vele foglalkozni, akkor már egy folyamatról beszélünk, és a folyamat az mindig valamerre vezetni mm. fog minket. Az a baj, vagy a legnagyobb baj szerintem az, amikor erre nem érkezik meg az igény, és nem is ismeri fel a hiányosságát, ám mondjuk a, 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 tudatlan, vagy az ismeretlentől való félelem az ugye legtöbbször agresszióban nyilvánul meg, és akkor, akkor visszanyúlunk megint csak a jó regős módszerhez, hogy, hogy mit tudom én, a anyádat, vagy ne, ne idegesítsem, mely hülyeségekkel, hülye gyerek, ez -e itt egy füles, majd ebből tanulsz. És akkor egyedül van hagyva Légy az a férfi. is. Ne, igen. Azt mondjuk, hogy már, hogy mi van. És akkor egyszer és csak ő is egyedül férfi, van hagyva, ugye. és akkor ott áll apa is egyedül, meg a fiú is egyedül, és egymástól elszeparálva egyedül félnek ettől az egész témától, mert nem tudnak vele mit kezdeni. De ez, ez, uh, hát ez már egy nagyon-nagyon hosszú, oda-visszaadós kérdés. És messzire is visszúgy, hogy arra gondoltam, hogy akkor egy ilyen hajtűkanyarral kanyarodjunk vissza a nőkhöz, mert végül is ugye a műsorunk jellegéből kifolyólag azért azt ígértem, hogy hát a nőkről is fogunk beszélgetni, és hát boldogpár boldog párkapcsolatban ért, azért a nőkről tudunk beszélgetni, mert miért ne tehetnénk, hogy ha oda visszamegyünk, ami a beszélgetésünk eleje volt, hogy ugye férfiként lenni a mai társadalomban, akkor az milyen szerepvállalást jelent? Akkor szerinted mit jelent ugyanez egy nő számára manapság? Nőnek ehhez... lenni a mai társadalomban? Ez szerintem azért azért érdekes kérdés, mert ez mindenkinek a, a, a saját önmeghatározása szerint kell, hogy, hogy érezze, hogy ő hogy ő, tehát, hogy meg akar-e felelni valamilyen, valamilyen képnek, amit, amit állítanak vele szemben, és és ő úgy lesz boldog, hogyha annak megfelel. Tehát, hogyha megfelel a XY magazin hasábjain látott nő képnek, és abban találja meg a boldogságát, mert ismerek rengeteg olyat, aki egyébként ebben megtalálta a boldogságát. Ő bele tudott simulni ebbe az elvárásba, rengeteget dolgozik érte, diétázik, sportol, tanul, több diplomát szerzett, és ő megfelel, és ő megugorja ezt az elképesztő megugorhatatlan lécet, hogy egy modern, minden modern kulturális réteg által rárakott tehernek, ő képes megfelelni, és emelem kalapom az ilyen nők Többek között te is ilyen vagy, a feleségem is ilyen, ja, és teszem. több, több sportársat ismerek, aki ilyen elképesztőek vagytok. Hát zseni, hát hogy? Hát néztek ki így, mint ahogy te, a Lilla, csinosak vagytok, gyereket neveltek, több diplomát elvégeztetek, sportoltak, lehetetlen. És emiatt nem csodálom, hogyha néha ki is borultok, hát hogy, hogy lehetne ezt elviselni? De hogy ez, ez, egy, ez egy ilyen út, és hogyha ebben egyébként a boldogságodat megtalálod, akkor fantasztikus. Ha másban találod meg, ha te a nőket szereted, akkor abban találod meg a boldogságod, és annak a fajta nőképnek akarj megfelelni, amiben Abba, ami abban az irányban van, hogyha a tanításban ö, éled meg azt, hogy te az energiáidat úgy tudod átadni ezt a női energiát, amit a beszélgetés elején említettem, hogy te tanítasz, és neked nem fontos az, hogy te csini neked nem fontos az, hogy, hogy, hogy bármilyen olyan ö, magazinos elvárásnak megfelelj, de te a nőiességedben boldog vagy, és megéled, akkor, akkor, az az út. Ez nincs meghatározva, hogy milyennek kell ma lennéd nőnek. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz, nehéz út. De akkor ezek szerint szerinted az a veszély nem valós a nők szempontjából, vagy a női társadalomra, amit egyébként én úgy látom, hogy sokan hangoztatnak most, is próbálják hangatni a harangot, hogy van ez az egyenkép, amit szintén megint csak a közösségi médiával tudnék példának, okáért ugye felmutatni, hogy ez a szétplasztikázott, szétfújt. De hogy nincsen, persze, hogy van, mindig van, és mindig, mindig ő... volt. Aha. Mindig volt, mindig lesz is. Tehát sőt, hát, hogy, hogy egészen a... De azért a, a spektrum, tehát Persze. ez egy hát egészen a perzsákig, sumérokig visszatudunk menni, csak akkor még nem Instagramnak hívták, hanem hieroglifának, meg, meg égírásnak. <laughs> ott ők is meghatározták, hogy milyen, a, milyen a, a, a kívánt nő. Csak akkor a széles csípő, az életerős vastagnő volt az ideál, aki sok gyermeket tud szülni, minél több fiúnak tud életet adni, de egybe tudja tartani a családot, és ott is voltak értékek. Tudjon gyógyítani, legyen ismerete a, 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 női dolgokkal kapcsolatban, tudjon főzni, tudja, tudja, hogy melyik bogyót lehet megenni, melyiket nem. Tehát ezek, ezek mindig voltak. Ezeket ne csináljunk úgy, hogy ezt ú, írtsuk ki, meg tüzet neki, hányjuk kardérre. Nem lehet. Hát mindig lesznek bizonyos olyan piedesztára emelt tulajdonságok, amik az éppen adott kornak megfelelőek. Semmi baj nincs ezzel, csak fogadjuk el. Tehát, hogy én, én nem mondom, hogy legyen valaki ilyen vagy olyan, csak aki, aki aki mást hirdet az ászlaján, az fogadja el, hogy nekem más a véleményem. Igen, erről. Meg aki mást hirdet az ászlaján, az fogadja el, hogy van ilyen is, és van, mint ő, csak szerintem az van, hogy aki mást hirdet, az kétségbe van esve, vagy olyan, hogy nem olyan, Igen. nem tud ennek megfelelni, Igen. és ezért nem tud boldog Igen, Isten, és akkor, és akkor, akkor bele, beleáll ebbe a támadásba, hogy de te uh -huh. edd, ezt meg, fogadd ezt el. De nem akarom, de semmi baj. Tök jó, hogyha te így vagy boldog, de általában azok nem boldogok így, akik nagyon-nagyon habzó szájjal kiabálják uh -huh. ezt, hogy legyél boldog, fogadd el magad. Nem, nem. És van, vannak olyan fantasztikus barátaim, akik, akik aki megtalálják a boldogságukat abban is, hogyha nem ennek felelnek meg, és nem is kell. Neked is egyébként a saját döntésed, csak ezt is nyilván tehát arra szintre el kell érned, hogy ezt meg tud fejteni, hogy én olyan akarok lenni. Én azért vagyok boldogtalan, mert, mert, mert nem tudok olyan lenni, vagy nem tudom elérni, és akkor boldogtalanná válok, vagy én melyik részével tudok megbarátkozni magamnak, és hogyha van olyan része, ami több. Többször megpróbáltam lenyelni, megenni, megemészteni, de nem tudom, és mindig visszabüfögöm. Akkor meg azt kell elfogadni, hogy jó, ezzel nekem viszont akkor dolgom van, mert én ezzel így nem tudok boldog lenni. Akkor viszont azt kell felismerni, hogy ebbe energiát kell fektessek, hogy ezen változtassak. És most nem feltétlenül arról beszélek, hogy hogy valaki mondjuk elhízott, vagy szeretne nagyon sportos formában lenni, hanem mondjuk arra, hogy ha, valaki, valaki, nem csinálta meg, mondok valamit, nem tud angolul beszélni, és ez őt frusztrálja, és ő megpróbálta, hogy nem én magyarul akarok, és csak úgy, akkor ha felismered, hogy, hogy ez nem megy így tovább, akkor el kell menni, és meg kell tanulni angolul. Igen, csak a változtatása se könnyű, és sokkal könnyebb persze, persze mentéget őzni. Hát hogy ne? Mi történt szerinted? Elképzelhető az, hogy a, a nők beelőzték most egy picit a férfiakat? Na, ezt hogy érted? Hm. <laughs> Nagyon sok feladatot mondtál most például, ugye, ami egy-egy nőre hárul a mindennapokban, és párhuzamba állítva azzal, hogy közben meg ott van, hogy a férfek egy picit le vannak maradva a saját bizonytalanságukban, és nem tudják, hogy hogyan kezelek egy nőt, és akkor a nő kényszerből is sokkal határozottábbá válik, karakánabbá, igen. és ezt mondják rá, hogy hát úgy, úgy megeszi a férfit reggelire, igen, tudod? Abszolút, <laughs> igen, abszolút, igen. Nem akarja igen. feltétlenül megenni, csak... Egyszerűen van rá kényszerítve? Igen, uh, Nem. Létezhet egy Azok, ilyen? Ezek, ezek a minőségű, vagyok, ezek a típusú nők, akiket így említettem, ennek az egész uh, hierarchiának a, a, a hullámain szörfözve, aki ezt képes ezeket a hullámokat meglovagolni, egyszerre hatott, az annak olyan elvárásai vannak szerintem a férfiakkal kapcsolatban, hogy azért legalább ilyen hullámot képes legyen ő is lovagolni. Ő És is ez meglólni. nyomasztó egy férfi számára? Persze, hogy az, hát azért ehhez fel kell tudni nőni és, és ezt meg kell, tudni, meg kell tudni fejteni, és hát ott azért van elvárás bőven. Tehát azért, hogyha nézd, hogyha egy nő le tud ilyet tenni, akkor oda olyan férfi kell, akire még mindig tud valahogyan felnézni, hiszen amíg tudunk egymástól tanulni, és tudunk egymásra felnézni, addig működik szerintem előre egy kapcsolat. De bárti, akkor egy kicsit hadd kell kezdjék. Ez elvárás, vagy evidencia kéne, hogy legyen, <laughs> hogy egy férfi abban a feladatkörben az én általam elképzelt férfi. Szerintem? Mondjuk, igen, hát ez neki ne legyen kihívás. Evidencia. De, de, de evidencia, meg érted, bocsánat, de tudjuk már, hogy milyen vadra vadászol. Uh -huh. Tehát, hogyha ha, ha nyúlra mész, akkor nem lesz 300 kiló tiszta húsod egy bivajból. Akkor lesz egy nyulad, és akkor a nyúlra kell felkészülnöd. De hogyha neked ez a, ez, a, ez a, az a mániát, hogy egy ilyen, egy szeretnél párnak, és te érzed is tudod, akkor viszont lesz annyi benned, hogy akkor mennyi érte? akkor tudjál, akkor beszélj legalább két nyelven, akkor legyen meg a végzettséged, legyen meg a, 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 fizikai erőd is. És itt a fizikai erőre is nyilván néha erről is kell két szót ejtsek, mivel hogy én ugye ezzel nagyon sokat foglalkozok erőmelő testépítőként, hogy én nagyon sokszor belekérdezek ebbe, hogy de te, hogy így ez erőszak, vagy így a, miért, miért gondolod, hogy egy férfi képnek olyannak kell lenni, aki, aki maszkulin, és aki, aki erős. És itt egy nagyon fontos különbséget szeretnék tenni. Nem azért kell erősnek lenni, hogy agresszív tudj lenni, vagy hogy, vagy, hogy, vagy, hogy, vagy, hogy ilyen maszkulin tudja lenni, hanem azért, hogy ha kell, képes legyél megvédeni azt, akit meg kell védened. És és itt nem arról van szó, hogy kötelezően kell használnod ezt a képességedet, hanem képes lehess rá, és ez egy óriási különbség. És szerintem ez is egy olyan magabiztosságot ad egy férfinak, hogy egy férfi, hogyha nem képes egyébként belállni egy-egy helyzetbe, vagy nem képes megállni, hogy figyel... legyen elég, az szerintem borzasztóan rossz hatása van rá, és ma nagyon sok... Nagyon sok uh, uh, ilyen el... Feminin vonásokban uh, túlzó férfi uh, jön, megy a világba, aki beleobotlik egy ilyen, ilyen karakán nőbe. Hát ez az egyik, ez a másikat, és nem nem lesz jó vége. Alig várom, hogy itt a záró, és egyébként nagy kérdésemre választolni. Szerintem te választ fogsz adni, és azt gondolom, hogy tudom is a választodat, de, de próbálj meg nem saját magadból kiindulva, ja, hanem, hanem a férfiakat képviselve válaszolni erre. Nagyon-nagyon sok barátnőmmel, mikor mi is csicsetelünk, ugye felmerül az örök kérdés, amely bár közhely, de nem tudjuk rá a válaszunkat, amikor azt halljuk, hogy hát vélhetően félnek tőled a férfiak ehhez még esetleg hozzá azt, azt, teszik azt is, hogy hát szép is, vagy okos is, vagy önálló is, vagy pfű, hát nincs az a férfi, aki ebbe belemerne állni. És te ott állsz, hogy tessék, de hogy miért nem? Na most ez, ez egy létező probléma a férfiaknál tényleg, mert hogy mi csajok egymás között ezt találjuk megfejtésnek, hogy mondjuk miért vagyunk sokan szinglik, vagy miért vannak, akik nem találják a párjukat ebbe szokott általában így eszkalálódni, hogy idejuk adunk, hogy ez a fő probléma. Miközben amúgy te csak arra vágysz, hogy legyen melletted egy férfi, aki megsimogat, aki gyengét hozzád, aki vigyáz rád, óv, és tehát nem tudom ezt természetesen minden nő nevében mondani, de azt gondolom, hogy sok nőben ez benne van, és akkor úgy, úgy próbálok egy általánosabb képet lefesteni ezzel. Tényleg ezt gondolják a férfiak? Oda sem megyek hmm. már egy általam szépnek és okosnak ítélt nőhöz, mert biztos keresztbe lenyel, mert elhívom vacsorázni. Nem, nem, nem vagy nem ilyen szinten. Én ezt nem, nem félelemként fogalmaznám meg. Az egyszerű megfogalmazása az igen, hogy jó fél tőled, de egyébként ez egy sokkal, sokkal rétegzettebb ö, probléma. Egyrésztről ma ö, a Tinder ö, ö, kultúrában egyébként a, annyira Gyorsan ö, tudsz találni bárkit, aki most mondom, a, a legprofánabb igényeidet ki tudja szolgálni, hogy igazából hogy ha, te most nem akarod belerakni a melót, meg úgy érzed, hogy nem, akkor nem fogsz rámenni egy ilyen típusú nőre, mert egyszerűen az meló. Ott az több, az sok randi, az sok idő, az sok energia, adott esetben akár sok pénz, az, tehát hogy ez, az, az, egy ilyen, hú, ah, nincs hozzá most erőm, sokkal egyszerűbb egy jobbra húzott délutáni találkával letudni azt, amire, amire éppen adott esetben nekem szükségem van, és egy, egy, erről egyébként a, a női társadalom is tehet. Tehát az, hogy, az, hogy manapság én milyen sztorikat hallok vissza, nyilván a sportolói kezekből, ahol azért ilyen szebb hímpéldányok mozdulnak meg, de hogy elég annyit csinálni, hogy hallottál, hallott gyere! És megy. Uh -huh. És amíg, amíg hallott egy megy, Addig lesz mindig. Na jó, de ugye visszacsap, visszanyal a fagyi, megint csak, hogy azt mondjuk, hogy hát az melóba bele kell tenni, és azt mondod, hogy neked örömforrás virágot vinni, készülni az De Én is egy fajta típus vagyok, tudod? Megint csak a saját fejemből megyek ki, hogy indulok ki, és hogy én ebben, én ebben, itt nyilván ezt én élvezem, de hogy nagyon nagyon sok férfi egyébként mit bajlódjon vele, érted? Most mit bajlódjon a dámvaddal, amikor van Tesco-ba csirke? Tehát, hogy és ez egy nagyon nehéz dolog egyébként, de hogy, hogy igen, ez, 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 nem, ez, nem, nem, fog tudni soha egyszerű lenni, de hogy itt, amikor azt mondom, hogy egy, vagy azt mondod, hogy egy férfit szeretnél, és hogy ez elvárása, vagy ilyesmi, itt egyébként nem feltétlen ugyanazokra a dolgokra gondolok, mert van egy, van egy hát ismerősöm, olvastam párszor róla is követem a, a egy nő, egy észak-amerikai nő, aki nem tudom pontosan mennyi, de azt hiszem, hogy valami négy diplomája van. Beszél vagy hat nyelvet. Neveli a gyerekeit, és ugyanez volt a problémája, hogy, hogy nincs, hogy hol van egy, hol van egy olyan hím példány, aki, aki, alkalmas, tehát, hogy aki tudna jönni, vagy... És egyszer csak képzeld el, hogy jött egy gipszkartonos srác, Egyébként egy európai, talán lengyel, ha jól emlékszem, gipszkartonos srác, aki egyébként erőemelő amúgy, ezért tetszett nagyon a sztori. És a gipszkartonos srác bement, és volt egy tisztességes, leföldelt férfi energiája, aki áll két lábbal a földön, tud, tisztában van mindennel, és mondta, hogy és egyszer csak bejött, bejött ez a srác, Piotr, bejött Piotr, és tudta, hogy melyik késsel kell levágni egy akkora gipszkartont, szó nélkül dolgozott, megköszönte a munkát, én mögültem a konyhába, és azon kaptam magam, hogy Piotrral fantáziálok, mert bejött egy férfi ember, aki egyébként beszél egy kicsit angolul, alapvetően azt hiszem lengyelül, és ő egy dolgos munkás ember, és nyilván összejöttek, óriási love story, de hogy ennek is az a lényeg, hogy nem kell, hogy nem kell, hogy érted, Piotrnek se kellett hat diploma, meg 48 végzettsége ahhoz, hanem az kellett, hogy egy tisztességes, leföldelt energiája legyen, amire azt tudtam mondani, hogy este, amikor hazaérek, a, megvettem a tőzsdét, meg eladtam New Yorkot kétszer, és megoldottam a világ problémáit, és az éhezésre is ráadtam ezért. Majd Piotr haza jön, megépített két szobát, de az a két szoba az ugyanolyan fontos volt, és amikor összetalálkoznak, akkor ezek az energiák jó helyen vannak. És odat lehet bújni hozzá, és másnap megint újra lehet kezdeni az egészet, és szeretet és biztonság van. Tehát, hogy. Nehéz. Nagyon sokáig hallgatnálak téged, de foglak is, mert arra kérlek, hogy maradj itt velem pár percig, még a Youtube-on szeretnék egy-két kérdést feltenni nekem. Ha a hallgatóink is szeretnék el válaszokat meghallgatni, akkor mondom, hogy például arra, hogy mi van akkor, ha a nő kezdeményez, vagy a nő többet keres. Mm -hmm. Egy-két ilyen kérdést még szeretnék neked feltenni. Egy élmény volt hallgatni. Nagyon köszönöm. Remélem, én köszönöm. hogy a rádió hallgatóink ugyanezt érezték, amit most én Gömöri András Máté volt a vendégem. Jövő héten is lesz Hester no filter, nők filter nélkül tartsanak velünk, akkor is viszonthálásra. Viszont. Tetsz, a műsorszámot a NutriVerzum támogatja. Szóval, ha megengeded, és még az idődbe belefér, akkor, akkor ezen a két vonalon hadd menjek tovább, mert ugye most említetted a tinder mint egy ilyen korszakos... problémát Én másik szót használtam volna, de legyen probléma. <hállítás> <hállítás> és az már egy dolog, hogy egyébként szakemberek is kimondják azt, hogy egyszerűen ez a gyors reagálás és... Mindenféle impulzus, ami ér minket, egyszerűen a keresletkínálat azért sem tudta elkozni, mert nagyon gyorsan cserélhetővé válik az, ami ugye komforton kívüli, és ezért sem tudnak igazán egymásra találni ott az emberek, és nagyon puritánnál válik ez a közeg, nagyon. Amikor csak arról beszéltünk, hogy egy-egy légy ottra gyorsan összehozzuk, és valóban nincs benne izgalom, nincs benne Semmi, tök jó, pikpak, csicsat, aztán viszont Csak hogy azért mégis társas lények vagyunk, tehát azért benne van, az is bennünk van szerintem, vagy kéne még talán ott a mélyén, hogy van igényünk arra, hogy egy másik emberrel életközösséget vállaljunk. És ez, az csak, ez ketten. csak lefelé ássa a depressziót, Ő ezt a Igen. depressziót, mert minél inkább megvan az a gyors csicsat, abban a pillanatban, a következő üres pillanatban otthon egyedül, amikor főzöd azt meglevest, abban a pillanatban rosszul fogod magad érezni. És ez, ez egyébként egy lefelé, lefelé saját magad alá ásod, saját magad alá ásod a gödröt, minden utána, utána próbálod ezt enyhíteni, majd a magányodat enyhítendő jobbra húzol valakit, megint egy ugyanilyen gyorsat összehozol, de abban van valami diszkomfort, hú, már el is dobtam, mert akkor majd jön a cserebere. Mint ahogy a, az összes, mint ami, hogy most van ez, a, ez az Számomra feldolgozhatatlan cukorgyógyszeres fogyás dolog, Aha. és hogy, hogy valaki azt hiszi, hogy ez, ennek nincsen borzasztóan magas ára, és ott is saját magad alatt vágod a fát, mert az életmódodon nem változtatsz eléggé ahhoz, hogy egyébként azt az eredményt, amit most elértél, azt fent tud tartani. Ezt nem fogod tudni életed végig szúrni, emiatt nem találod meg, és megint csak lefelé fogsz haladni ezen az egészen. És ez most egy ilyen általános társadalmi jelenség szerintem nagyon sok szegmensében megtalálhatnánk most a, a, a rétegek. Ugyanezt a lefelé ásó uhum. jelenséget. És akkor ezek szerint ide tartozik az is, amit ugye utaltam az előbb, hogy, hogy már a nők igazából ezt a területet is leuralják. Nem de tudom, de. hogy leuralják, vagy rá vannak kényszerítve, hogy mondjuk a kezdeményező szerepét átvegyek. Olvastam egy könyvet, és ez most jutott eszembe, miközben beszélgettünk, a bicska nyílt egy miközben, miközben a, könyvet olvastam a zsebemben, és én lázadtam ellene, csak nem jut eszembe sajnos a címet, de egy volt a lényeg, azért vettem meg, mert annyira nem megy az ismerkedés, és nem nyitnak felém a férfiak, akkor biztos, hogy biztos nekem kell a saját határaimat átlépni, de ebbe kell segítség, nem űma. tudom, hogy hogy kell csinál, Elolvastam ezt a mert hogy kezdeményez, talán ez volt a címe. Mi van akkor, ha a nő kezdeményez? Na, Szeretet, és mi volt az okosság? Figyelj, egyszerűen, hogy vannak nők, akiknek ez egyébként könnyedén, könnyebben megy, és akkor ilyen élet példákat mutatott, számomra semmi kézzel fogható mm -hmm. nem volt benne, csak megint azt éreztem, hogy dühösé mm -hmm. válok, hogy én nem, én ezt nem akarom. Igen. Én, én, én lázadok, ezzel. Kérlek, maradj egy lázadó, kérlek, tényleg, kérlek. Lázadott csak közben az van, hogy többen könnyedebben, könnyebben meg tudják ezt csinálni. Miközben a férfiaktól megint csak az van, hogy azt hallom, hogy túlságosan rámánősek a nők, nagyon nyomulnak, nagyon könnyen kaphatóvá válnak Igen. ezáltal, és akkor az a kicsit úgy tűnik, hogy a torta szeretéből most már kisebb szegmens, ami marad, akik meg nem ilyenek, ki vannak szolgáltatva annak a helyzetnek, hogy hát nem találnak maguknak olyan párt, vagy nincs egyszerűen egy olyan élethelyzet, amiben nőként jól tudnak funkcionálni mert nem tudják ezt a fajta az idézőjeles normát hozni. Igen. Na most akkor mi van itt a női kezdeményezéssel? ha rá van utalva, vagy, vagy, rá van kényszerítve egy, 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 egy embertípus, vagy, egy, vagy az embereknek egy része arra, hogy hogy valamit változtasson, és hogyha ő akar valamit, akkor azért menjen, akkor arra felé, abba az irányba fog változni. És hát is ennek én úgy érzem egyébként, hogy a, a, ez, a, ez a tendencia, amiről beszéltünk, hogy nagyon könnyen adják magukat a, a nők, vagy sokan könnyen adják magukat, és emiatt nem kell a férfinak tennie harcolnia, az most változóban van egyébként, mert ebben is, mivel, mivel egy nagyon, hát azért egy nagyon alja réteget értünk már el ezzel a kis fúróval, amit magunk alatt hajtunk, emiatt most úgy érzem, hogy elkezdett saját magától egy kicsit Lazulni, tisztulni? kicsit tisztulni, Aha. igen, és kicsit vissza, visszajönni majd. Na, és fel szerintem, szerintem felfelé megyünk majd most már ebből a hullámból, nyilván ez is sok idő lesz, de hogy mi van a kezdeményezéssel, a kezdeményezéssel nincsen semmi probléma, hogyha valaki, valaki úgy érzi, hogy ő ezt erre ő, képes, és ő ezt meg tudja lépni, és van egy férfi, aki, aki látja, hogy egyébként érzi, hogy van valami, de látja olyan kis a de közben lehet, hogy tök boldogok lesznek együtt, miért nem mondhatnál azt, hogy figyelj, nem iszunk egy kávét? És akkor lehet, hogy azt fogja mondani, hogy úristen, de! Aha. De, de onnantól érzed... viszont átadja akkor a stafét. Én megtettem hát az első lépést, ezt hívják jelnek, tehát igen. jeleztem. Igen. 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 igen, hát érted, ő valószínűleg hagyott már fél éven keresztül 26 jelet, és így Figyi, ott egy csomó jel, de akkor most nem iszunk egy kávét. De hogy, hogy utána, igen, szerintem, szerintem a, a, annak, hogy utána azért a férfi is találja már meg magában azt az erőt, hogy, hogy igenis, szólítsa meg, dicséri meg a haját, vigye el kávét. Tehát, hogy azért, na, legyen de, már tehát, benne valami. Hogy, hogy ezért hazudnék, ha azt mondanám, sőt, még jól is alakult az a szituáció, ha azt mondanám, hogy, hogy, az történt, hogy én is küldtem egy ilyen szimpatikus vagy lájkot, like mondjuk így finom. <hállt> és akkor, akkor azt éreztem, hogy <hállt> én megtettem mindent tőle tehetőt. Szimpatikus <hállt> vagy lájk. Like. Hát most mm. ezt hogy hívod, érted? Van ennek egy <hállt> van egy jó neve. Van egy másik változat, igen, de hogy én ezt nem így szerettem, hanem a mai világ eszközeit, meg felületét Nem Abszolút, ennek tudni kell. Te, ma már ez is, ez is a flirtnek egy Bizonyos igen. formája egyébként meg a támogatásnak, vagy a nem támogatásnak is egy formája. De a másik fél vette a lapot, És onnan én átadtam az, az irányítás lehetőségét, és Na. azt mondtam, hogy csinálte e Csak igen. lehet, hogy ennyire azért szükség volt, igen. hogy akkor azt a bizonytalan a ságot, ami van, igen, igen. Mert most kinek van valaki nincsen, még igen. nem léphet át, nem vagy tolakodó. Igen. De akkor, amikor azt mondjuk, hogy akkor a nők kezdeményeznek, vagy könnyen adják magukat, akkor azt hogyan kell értenünk pontosan? Tehát ezt időben tudjuk korlátolni, vagy megfogalmazni megismerkedik kedden és szerdán már az ágyában van vagy, nem, vagy nem, 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 nem 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 ebbe az irányba gondolom ezt hanem abba az irányba gondolom ezt hogy hogy egyrészt a, a füttyentése, tehát, hogy ez most konkrétan van egy példa. Na. Én dolgozom egy, egy táplálék boltban is, ahol hát tulajdonképpen szélszesként, meg, meg boltmenedzserként, amikor tudok, akkor megyek, és egyébként egy kicsit szenvedélyem lett az is, mert nagyon élvezem a tápláléki kiegészítők világát és a folyamatosan fejlődő változó lehetőségeket benne. De hogy ott volt egy srác, aki bejött, és mondta, hogy Hú, az, a, az amit legutóbb vitt, az volt egyébként egy, egy testosteron optimalizáló gyógynövényes ö, 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 csomag, meg vitt egy edzés előtt, és mondta, hogy ezt a kettőt együtt, ezt nem lehet így, hát mert hallod, olyan, hú, hallod, olyan, olyan, kanos lettem tőle, nem, jó, de figyelj, ez most nem érdekel. De hallod, tényleg kajak, hazafelé, megálltam, volt egy gágya busz megállóban, megálltam a mergába, azt kiszóltam, hogy nem jössz, azt jött. Tehát, hogy amikor ez van, akkor mire számítunk? Hm. És lehet, hogy a, a most az én fejembe... A, a státusz szimbólumok is kérdezik. Jaj, tudom, el. igen, de hát, hát most itt az én fejembe az. hogy... hondával állt volna meg már bocs. Jó, <laughs> hát hogyha én állok meg, érted? Nem. Jó, oké, az más igaza. Uh, ahogy most, hogy ott állt, nem tudom, ott állt a Juliska, és a szomszéd pedig Petike már hónapok óta néz, hogy Juliska minden nap délután ott áll, hogy egyszer csak megáll egy merga és beszáll. És hogy ezt így tessék, nem jössz. Tehát, hogy Haló? Vagy, vagy mi? Vagy, vagy le, de amúgy lehet, hogy én, én nézek rossz mozit, és én vagyok őskövület, tényleg. ez is lehet. Mert látom azt is, hogy, mi a, hogy a nőknek is most már nem, tehát most már nem tabú, úgy elindult ez, hogy amit egy férfinek szabad, ezt a nőnek is szabad, és akkor most már azt is látom, amikor szórakozó helyeken, bár nagyon-nagyon ritkán évente talán egyszer helyütök, akkor is általában valami meghívásnak eleget téve de látom azt, hogy megissza a két ö, aperolt, és ő, ő úgy, hangulatba jön, vagy hogy mondjam, kedvbe jön, megkancásodik, és azt mondja, hogy na, az egy szép példány, azt most fi, Hm. Hazaviszem. igen, és hazaviszem, azt megeszem, azt, aztán mm. -hmm. kirúgdosom, és akkor megfordul ez is, tudod, hogy akkor egyszer csak a Walk of Shame hajnalban az egyszer csak egy pasi, egy uh, rúsfoltos uh, inkben, aki a csoszog a körúton hajnal négykor. <laughs> Tehát, hogy, hogy, ezek is megvannak, és mondom, lehet, hogy én vagyok az őskövület, és akkor legyen így, de én szeretek őskövület lenni ebből a szempontból. No, hát legyen akkor ez a végszó, jó, mert még tényleg tudnám folytatni. <laughs> de ha nem akarod, még, még beszélgethetünk. <laughs> Órákig tényleg, napokig tudnék erről. Jó is, és szeretem is azt, amit mondasz, és én azt gondolom, hogy abban bízom, hogy általad azért sikerült elültetni olyan kis gondolatmagvacskákat, amik, amik szerintem mind a kettőnknek fontosak, és másoknak is biztos vagyok benne, hogy olyan, gondolat, kommentecskéket fogok ezután kapni, de nem érdekel. De majd megnézzük, jó? Hát bírom. Egy következő alkalommal akkor kicsacsogjuk azt is, hogy milyen vélemények jöttek, és lehet, hogy az is elindít még egy további beszélgetést. Máté, imádtam, nagyon köszi, hogy én és hát egy élmény volt hallgatni, remélem, hogy a hallgatóknak és a nézőknek is jövő héten is legyetek velünk, akkor is lesz hashtag nőkfilter nélkül. Sziasztok, szép napot! Ó, oh, és kövessetek minket, és iratkozatok fel mindenhova, ahova tudtok, például Máti oldalaira is. Köszönöm. Szia, szép napot, sziasztok! A műsorszámot Anutriverzum támogatja.